Még a gázolaj is kifogyott a miskolci vonatból. Igen, ilyen is volt. Á, most minden volt a MÁV-nál, úgyhogy a MÁV az kioffolódott teljesen. Mindez történt, megtörtént. Tegnap a déli pályaudvar lett offos, ott mentek szembe a vonatok, de azt se közölték le, csak később derült ki. Nem adtak ki tájékoztatás, csak az, hogy nem lehet menni a délibe. Szembe mentek a vonatok, meg járt az Elvira, meg mit tudom én. Most ezek olyan dolgok, hogy mennyire nem érdekes, szóval, hogy így. Az a furcsa, ha nem így működik. Igen. Ma például időben volt a vonatom, tökre örültem neki. Szóval. Nem tudom. Na, cső, hőkamarás. Szép estét mindenkinek, üdv a Zachary Brothersnek, a Warner Bros. Magyar, és azaz. Kicsit Temurul érkezett kis testvérjének. A vises Warner Bros. Most már ízi, most már Temut mondanak. Sőt, várjál, a Warnerék azok izék voltak, zsidók. Nem szerették a zsidókat, vagy ők voltak a zsidók, már nem emlékszek. Ha, akkor tiraztak az arab Warner Bros. Volt valami csavar benne, de lehet Disney-vel keverem, na mindegy. Warner, az inkább németek tűnik, de ne, soha nem lehet tudni. Ha, nem érdekes. A lényeg, hogy a Warner Bros. Helyi kiadása. A Békés megyei Warner Brothers. Na, megjöttünk, itt vagyunk a heti második streamben. Lesz majd pár témánk. Most itt az adás előtt pont beszélgettünk is egy Suzuki-ról, ami a sineken érkezett. Azt meg kéne majd nézni, mert ezt nem láttam. Nem Opel Corsa volt a sineken. Bár amúgy poénnak jó volt, hogy Laci érkezett a sinekre. Igen, itt valaki írta a chatbe az előbb, hogy jó, hol írta, nem is láttam. Szegély. Hát, hogy egy pár sorra a följen. Hol? Laci, te voltál? Mr. Fear volt. Laci, te voltál az Opel Corsával Pesten a sineken. Ez kurva jó volt. Jó. Fé, de akkor legalább nagyon nem tévedtem, mert igazából csak tovább kellett volna egyenesen menni, és hazaértett. Ja, tulajdonképp egész jól megoldotta. Ja, és nem kellett dugóba állnia. Hát, százikú. Hát mondjuk, ahogy beállt a izéja, már mostanában szerintem ott is ilyen dugóba kellett volna állni, mint hogyha autóval ment volna. Pont a kérdés hozzátok, nézd meg, Zsuzsi kérdezi pont. Mi? A tesókat akartam kérdezni, mivel menjetek a Dűne sorozatról. De erről már beszéltünk szerintem. Hát szerintem sokat. Amúgy igen, mikor kijött a film maga, a második. Én legalábbis kifejtettem a véleményét, az a miért most emlékszek. Profécia, hogy mi a hivatalos címe? Mit tudom én, Dűne 2. Sorozat, nem? Az sorozat? Sorozat? Ácsi, várj, mi? Sorozat? Hogy mi? Ez mert, a... Hogy van sorozat a Dűnében? Akkor világosítsatok fel, mert igen, nem tudom. Igen, mert ez a Bene Gesseritnek annak a nőirendnek a megalapításáról. Nem megalapítása, hanem hogy kerül a hatalomba. Aha. Ez jó hangzik eddig, de igen. Ezt rátok, hogy a mesterén. Harkonnen Atreides viszálynak a magját mutatják be, és akkor nyilván valami ez eltart 10 000 évig egészen a könyvekig. Sőt, még kicsit utána is. És akkor, de várjál, tette se látta. Nem tudok a sorozatból, mert hogy nincs rá idő. De könyv már kijött belőle, de majd még meglátom, hogy foglalkozok. A sorozatból jött ki a könyv. Nem, most a gompozavarták a kabátot, tudod, mint a új Disney Star Wars-nál. Akkor... És hogy előbb megcsinálták a filmet, aztán kitalálták, hogy hogy kéne hozzá a könyv is, hogy valami mi alapján csináltuk. Ja, hogy akkor most a sorozat alapján most kitalálták ebből a sorozat, és akkor most kijött, nem tudom, hogy egyszerre dolgoztak-e rajta, vagy nagyjából párhuzamosan, és akkor így jött össze a kettő, de a sorozat már fut, és akkor most láttam, hogy kezdik árulni a könyvet. Na hát én ennyire vagyok képben van, de a Rings of Power-t most fejeztem be, úgyhogy, vagy legalábbis a második évad, ami most eddig kijött, úgyhogy... És? Figyelj, nekem úgy tetszett, meg most belekezdtem a Zöld Sárkány nevű podcastet hallgatni, vagy hát már most igazából elég jól elhaladtam vele. Ők beszélnek a Gyűrűk Ura világáról, az egész Tolkien mitológiáról tulajdonképpen, mert lehet annak nevezni, hogy ez így hogy van felépítve, mi hogy van leírva, és mi nincs leírva, tök jól előadják, azért szépen csiszolódik, látszik, hogy nekik is mondjuk az első páradások kb. Olyan volt, mint a miénk, hogy keresték a helyüket, meg hogy adjanak elő, meg mit csináljanak. És akkor szerintem a 10. adástól úgy már egész jól összerakosgattak, utána meg rájöttek, hogy néha nem árt vágni, és akkor kiadtak teljes videókat, amíg ilyen másfél óra, és akkor így hallgatod, és a végén már azt tudod, hogy ki kivel, hol és miért, mert hogy a Tolkien könyvekben is van ilyen, hogy itt-ottam ott kipattan egy-egy tűnde, meg valameg maja, és akkor a végén már azt tudod, hogy melyik itt, hogy ölte meg és szerette. Én barátok közt csatolok ilyen kiadásba. És akkor, hát ugye most elkezdtem őket is hallgatni, és akkor párhuzamosan néztem a Rings of Power-t, és igazából tetszett, tehát sorozatnak szerintem tök jó. Nyilván a könyve nem egyezik 100%-ba, de hát
ilyen a világon nincs szerintem egy könyvnél sem, hogy egyezik. Úgyhogy ha nem várod el, hogy tökéletesen ugyanaz hozza, csak élvezni akarod, mint sorozat, nekem tetszett. Ja, ezt egyébként beszéltük Danival hazafele, mert ugye voltunk hétvégén Laliéknál szőnyapozni, és ja, pont erre akartam kiüködni, hogy általában aki olvassa, az nem biztos, hogy szereti nézni, és fordítva, és te is mondtad, hogy sorozatnak jó, csak hogy sok köze nincs a könyvhöz. Most itt nem tudom a Dűnénél például, hogy van, de itt a Gyűrűk uránál szerintem tök jó volt. A Dűnénél... Dűnére meg kíváncsi vagyok, mint sorozat, úgyhogy azt majd meg akarom nézni, hogy hát, ha jól csinálták. Igen, mert például Mandalorianban is csináltak könyvet, de ekkora volt az egész, 200 valány oda, 300, igazából antikvárban megvettem, de annyira vékony volt magához az anyaghoz képest, hogy szerintem kétszer ennyit meg tudtak volna vele tölteni rendesen, és akkor így mondtam, hát jó, hát... Jó volt, de hát ennél több volt benne. Tudod, Marci, azért van sorozat, hogy nézed. Az a lényeg. Igen, nekem hozzad meg 24 órában, sajnálom. De hát ez ilyen buli. Mafiózók, az kurva jó kis sorozat volt, ezt nagyon szeretem. Gondoltam is, hogy vissza kéne nézni, és hát megint meg kéne nézni. Én nem bánom. Én azt gondoltam. Nem vagyok ezekbe benne. Itt most csak kifelé kommunikáltam a nézőknek, ezt gondoltam, hogy te nem láttad, de hogy egyébként maga a sorozat, az zseniális volt. Mafiózók, az nálunk a parlamenti közvetítés. Köszönjük szépen. Igen, de az bár, hogy nézem, nem egy olyan jó szórakoztató rész, és abban nincs igazán becsület ellentétben a sorozattal. Tehát, hogy... Valahol közvetítik még a parlamenti üléseket? Amúgy? Szerintem igen. Csak már csak talán vágott verzió van. Régen ment élőben, emlékszem. Hát régen, igen, de hát régen az embereknek nem volt Facebookja, ráértek, meg barátok közse volt. Amikor voltam. Nézték a streamet a parlamentből. Volt élőben. Parlament, meg volt. Mi volt a másik? A barátok közt előtt a szomszédok. Szomszédok, igen. Hát tényleg, hát más stream nem volt akkoriban. Hát nem. Nagyon nem ment élőben semmi. Most meg a azt szomszédok nézem. Parlament, és akkor ezt álmot így összetetted, akkor volt egy egész jó világ. Igen, de hogy eleve élőadás nem nagyon létezett akkor így. Tehát, hogy mi volt élőben? A megasztártatták élőben kb. Meg a parlamentet, meg nem tudom, mi volt. Azért a Megasztár idején szerintem már több minden. Hát bőven később van a Megasztár. Hát, Megasztár, ez 2002? Vagy mikor volt az első? 2003? 2003, hát 2002 talán akkor jött. 2003 könnyékén indultak be ezek a valóság sokkok. Igen, és utána jött Tóth Gabi a következő szériával. A többi már történelem. A többi már történelem. Fájdalmas történelem. Ja, azt írják, hogy vágott verzió van. Igen, hogy Nehogy már a nép halljon valamit, ami hát meg egyébként tetsz a kormánynak. Azt mit hallaná? Azt írja, tapsolást. Azt írja Mária, nagypapám mindig nagy hévvel üvöltözött a tisztelt házzal. Ezt faterom is megcsinálja, ő nem üvöltözik, csak megmondja jól a tévének, meg a Facebookon. De nem, mint a válaszolna, még néha kérdez is tőle. Vagy hát ilyen költői kérdéseket tesz felháborodva, semmi értelme. De hogy a parlamenttel is lehet vitatkozni, hogy te megmondtad neki, oda csaptál az asztal. Nem hallotta a tévé, de nem baj. Azt mondjuk, hogy Jimmy temetése ment élőben. Hát nem csodálom. Ekkora világsztár. Én arra nem nagyon emlékszem túl sok király nem volt az elmúlt mikor 100 volt? Évben. 2000-ben? Vagy 99 éve, talán. Aha, hát ez már igen, bőven 20 éve volt. Hát az... 25 éve. Úristen. Mekkora tragédia. Úristen. 2000-ben. Hát figyelj, egy ekkora arcot utána még Koplárovics Béla király jött, aztán mennyi azóta. Több király nem volt azóta. Ja, de hát, Orbán király. Ja, hát jó, a következő. Ő lett a következő király. 2001 január 1-je. Akkor tehát plusz akkor... egy év. Ja, akkor 2000. 1 január 1. 1 január. Igen, meg 99-ben a mégek le. Budapest sportcsarnok. Azt hiszem talán az. Nem tudom, hogy... Az is valószínű Szilveszter kollégétlen, nem? Meg karácsonykor, vagy valahogy ilyen. Valamikor akkor évvégén a klip alá bevágták The Final Countdown. Az nekem is beleégett az agyamba. Az elég csúnya. Nem tudom, hogy honnan jött az a videó, de nekem is beleégett az agyamba. Final Countdown, és itt mindig megvan, hogy és ott éges vagy, lángol. Ég, lángol is vége. Nekem Jimmy-ről meg mindig az izé van meg a kép, amikor az új Mercedes-szel pózol a full ilyen izében, kezes lábasban. Fie, az a Mercedes még mindig szép. Jimmy még mindig sztár. Ja, hogy hívják a bána, nem? Vannak, amik nem múlnak. A híres bána. Bána Mercedes, igen, bána és így könyököl rá minden, és akkor oda nér, hogy big business. Az big business. Ezt tényleg, hogy a híradó, igen, az is élőben ment. Meg mindig élőben megy a híradó, nem azt tudom. Hiszem, hát a híradóknak évek az a lényege, hogy élőben menjen, bár... Na jó, de amit feldolgoz maga a anyag, az nyilván nem egy az egyben abban a percben hát, jött ki. Vagy nem is tudom, van olyan, amikor élőben, meg valamikor, meg nem van. Igazából sok értelme nincs élőben adni. Hát Max, ha közvetítenek, nem tudom. Nem, mert olyan közéleti téma, hogy mit tudom én, várják még a visszajelzést, mondjuk a másik érintett, akkor van, hogy például közben mondják, hogy közben, és akkor oda szólnak a fülé, közben. Ja. Mit tudom én, kicsoda oda szólt, hogy akkor nem, ő nem lopott semmit, meg izé.
Nem vágom. Nagyon nem tudom, mikor láttam a híradót utoljára, de nem is nagyon szeretnék nézni. Jimmyre emlékszik valaki rövid hajjal? Jimmynek volt rövid haja? Mondanám, hogy az anyukája, de már ő nem. Mi a fasz? Jimmynek volt rövid haja? Hát ezt megnézem. Hát én nem tudom, rövid haja. De az nem Jimmy volt, az csak ilyen, nem tudom, egy ilyen tudom, hasonmás. Neki ez volt a végé, ez a lobonc. Szerintem ő babaként is így megszületett, és ilyen haja volt. Mondja, mit tudom én, a harmadik hónapra kinőtt már így. Beírtam, hogy Jimmy rövid haj, de nem nagyon ad ki semmit. Mondom, én ilyen nincs, tehát ez egy anomália. Csak... Nem lehet, hogy az valamelyik utakölcs, hogy ilyen? Csak hosszú hajjal. Az igen, milyen nője volt. A rohadt életben. Ki volt a nője? Ez kemény, azt nézzétek. Ez csak. Az igen. Az kemény. Ki volt a felesége? Hát az a felesége az volt. A felesége? Háfra Mari. Háfra Mari. Háfra ő Mari. Valami, nem is tudom, színész? Egykori szerelme, vagy... Háfra Mari. Vagy csak onnan ismerem a nevét, hogy Jimmynek az egykori asszony. Zábója, igen, azt írják kétbe, hogy Zábója. Az igen, és az meg. Ide. Ez a kemény, nézd meg. Az meg, milyen kis pontolt a csávó. Így kell. Elég, hogyha híres vagy akár. Rólt életben, hol az a kép? Jó, nem tudom, hogy felbontású, de anyának a felbontású, ez a kép. Oké, okay, belagyítok. Tipikus, nem is tudom, ilyen 80-90-es évek. Az egy Jimmy, az nagy király volt, tehát hogy aki így fel tud öltözni, így néz ki. Jó, Isten, mekkora fecskéje király. Van. Azért az ne a kalapból, azért az nagy tisztelet. Azért nem is olyan elanyag volt, azt nézem úgy testileg. Jimmy? Az, nincs úgy kikerekedve igazából. Nem volt borotválva úgy... szerintem, már akkor látszik a felsőtest. De úgy izomzatban, hogy az ember nem ez a nagyon lógós minden. Ja, kiúszta magát. Te bárcok, milyen nője volt, rohadt életben. Azt a mindenségét. Hát figyelj, ha van pénz, van szerelem is. Nem, biztos nem. Nem. Na, ez egy nagyon felbontású kép, itt van, tessék. Bum, ott vannak. Na, táncos nő. Az igen, gyerekek. Jó, szeretője volt. Akkor szeretője. Micsoda izé kalandok voltak. Mik azt írták, hogy szerelme? Hát felesége nem volt? Volt. Hát ezért volt a csaj valószínűleg a szeretője, vagy a valaki ilyen. Hát akkor nem pózoltak volna, így gondolom. Hát mit tudom én. Hát lehet nem tudta, hogy a blikket olvas-e az asszony, vagy sem. Azt írja, hogy Zambó Imre így keressek. Kasszanom a bárba, találkoztak. Miket tudnak egyesek? Zambó Imre fiatalon van olyan. Itt van valami gyerekkori kép. Hát ott is hosszú haja van már. Mondjuk azért ezt nem mondanám sokkal rövidebbnek. Hát középhosszú már így. Ja. Ekkora volt fénykoromban a hajam, mert ne ügyéskedj. Fiatalon. Nézzük anyát, hogy ki volt gyúrva. Azért ez... Nesze. Ott van. Nagyon kemény. Jimbo, tiszta sportos. Ez milyen minőségű vagy kép? Ő volt még katona. Hát figyelj, ilyen objektívet kell neked is venni. Itt, ja, aha, ő a felesége? Aha. Gondolom. Aha. Anyád, ez a képenek milyen minősége van? Olyan, mintha hát, rámatírozták volna a fejét. Ezt valószínűleg analóggal fotózták pedig. A kurva életben. Ha a rövid hajas kép, nézzük meg. Nem dob ki semmit arra, hogy izé... Nem volt soha Jimmynek rövid haja. Szerintem izé... Szerintem hazudtok. Hazudol. Menjünk tovább. Hazudsz. Na, tessék, Lellel az Oli el is olvasta, amit mi nem. Azt ott szerint. Volt a kép a leírva, hogy teres feleségét hagyta el. Igen, hát nem olvastam. Hát ez nem szép. Már hogy megértem, hogy miért hagyta el. Már nem értem meg, csak vizuálisan megértem, hogy miért hagyta el. Volt két asszonya, meg egy halom nője. Nagy kam volt az öreg. Az igen. Hát olyan izével, olyan Mercedes-szel. Figyelj. Ja. Ennyike. A szerelem nem ismer határokat. A pénz az segít lemondani. Hát igen, megnézhetjük a Magyarország leggazdagabb emberét is, hogy milyen szerelmesek a Bárkonyi Andival. Na, ti meg a mávos sztorikra panaszkodtok. Hm? Ez az, kaptatok érte Jimmy-seket, tessék. Ennyi. Jimmy is nem szokott lenni. Egyszer már beszéltünk Jimmy-ről szerintem. Hát biztos előkerült, mert a sorozat idején előkerült. Ja, tényleg sorozat, igen. Ott írják, igen, pont, hogy Jimmy-ből készült egy 10 részes sorozat, az elég jó feldolgozza az eseményeket. Hát ez nekem hát kimaradt. Hát nem mondom, hogy meg fogom nézni. Igazából a Viszkis filmet akartam megnézni, aztán ez a szándék szerintem az elmúlt pár évben már tart. Én azt hiszem, hogy láttam, de ez régi film, nem? Hát a régebbi. Kurva gyorsan telik az idő, de én szerintem az a baj, attól félek, hogy van az én már. Azt, én azt láttam. Én azt már láttam. 5 éve biztos szabadul, ha nem 10. Igen, én azt láttam, és ez nagyon jó film volt, emlékszem. Igen, azt mondják, ja. Igen, tehát tök jól meg van csinálva. Igen. Lehetne borítókép Dani Jimmy haja. Anya. Figyeljetek, hát aki nem látta az előző részt, ugye elindult a karácsonyi nyereményjáték, úgyhogy lehet csinálni zenéket nekünk, képeket nekünk, mémeket az nekünk, az. Meg lehet Dani csinálni izével, Zambó Jimmy hajjal, úgyhogy lehetek kreatívak. Majd hétvégén csinálok egyet. De te nem nyerhetsz, Marci, kizártunk. Te itt vagy, úgyhogy te nem nyerhetsz. Az
azt hiszed, benfentes, akkor hát nyerészkedés le kell boltolni. Tehát beküldöd valami áli e-mail címmel. Ja, vagy Márkó nevejük, vagy Márkó akát adod, és akkor majd ő ír be. És arra keresek rá YouTube-on Joe-t és az autók Jimmy videójára. Mi? Mit írjak be? Gondolom, Joe. Joe, autók Jimmy? Ja. Joe, autók Jimmy, vagy mi? Hát így címszavakban, és akkor biztos kidobja. Valószínűleg egyébként az első. Kinél van a Jim Mertz? Lehet, hogy Jimmy és az autók? Ez egy nagy áldozat tőlem. Mármint, hogy Jimmy-vel kapcsolatban bármit megnézek. Miért? Na igen, ez a Verda, ezzel pózolt. Az igen. Az egy igazi krumpi szállító, merga. Krumpi szállító. Nem ilyeneket hajtottak a taxiban is egyébként, vagy hát ennek valamilyen változatát? A Sirály szárnyas. Mert azok viszont kurva menők voltak. Ilyen, hogy mindig Merkával nyomta, vagy mi? Hát lehet szerette a Mercit. Végül is volt rá pénze. Hát ha belegondolsz, akkor az volt a legkirályabb. Akkor BMW még nem volt menő. Szerintem menő volt az is, csak ő valószínűleg Mercedes-es volt. Ezzel verette? Az már az újabb. Jimmynek sajnos az utolsó S-mercie volt, a V220-as modell. Vissza 140-eséhez. Hát azt már nem értem az meg. Autó sajnos már nem létezik. Egy balesetben totálkárosra tört, nem nála, később. Az igen! Ezt sokan tudják. Krisztián örökölte picit össze. Meg, és egész sokáig ropista. Járulták. Azt hiszem talán 15 millió forintért. Na jó, oké. Okay. Hát nem láttuk akkor, rövid haja. Bárki megtalálja, akkor az küldje be, jó eséllyel indul a nyereményjátékba. Köszönjük. Ja. Vagy Danit rövid haja. Vagy na, szóval szúhaja. Annak már van kihívás értéke. Igen, kirakom a Tinderre majd így. Oda kell írni ajtód alulról, hogy egy AI generált kép. Oda szokták írni. Ennél a csávónál van egy Knight Rider kit replika. Igen, azt láttam ezt a csávót. Vágom. Megnézzük, ha már autó megnézzük, akkor a Suzuki-t? Nézzük. Mert, hát figyelj, azért, na, mégse sűrűn vannak a sínen autók. Mi történt a Suzuki-ban, mert én nem vágom, csak egy képet láttam róla. Mert hogy mostanában ugye a vonatoknak sem sikerül haladni a sínen. Vonat helyett Suzuki gurult be a síneken az érligeti vasútállomásra. Mondjuk amúgy felvett utasokat? csak ilyen kedves lett volna, bejön őt. Kinyitotta is így. A csokkolom, tessék jönni, hát úgyis késik el, viszem a szomszéd állomásra. Jaj, a taxi kettőben volt ilyen, hogy begurult a... Igen. A japán mafiózó, és akkor mutatja, hogy... Az öreg magyarázta. Hát kell szállni, Satrina! Meg ez év is volt, MacGyverben is volt, hogy az autóval ment síneken, én úgy emlékszem, ott is volt, hogy... Amúgy a mezőtúri állomáson van, azt a sín autó is kiállítva. Van, igen. Ez ilyen nagy ilyen filmes trükk, hogy jó, persze, hogy simán van, hogy a rossz fiú rá kerül, vagy a jó fiú éppen, amelyik fontos ez, akkor rákerül, hogy sín, és akkor megy. Ja. De figyelj, ő bebizonyította. Na, amúgy nézzük. Nem menne, mert 1.40 valahány a kétség között ment, szélesség. Én videót akarok nézni, hogyha van videó, akkor... Ezt nem tudom, hogy van-e. Így került, megszorul a szemtanú, Darwin 365, nem csak az észvasúti forgalom is megállt. Nincsen videó, itt sem. Na mindegy, nézzük. Azt mondja, 170 hogy... métert haladt a sineken. Azt mondja, hogy ez a várakozók, igen, csak meghökkentik, amikor vonat helyett egy Suzuki érkezett a peron elé. A kis autó a sineken érkezett, szakasztott úgy, mint ahogy a vonatoknak kellett volna, egészen az állomásig jutott, aztán megfeneklett a vágányon. Mint kiderült, az állomás nagyjából 170 méternyire egy vasúti átjáróban döntött úgy, hogy letér az aszfaltról, és a sineket választja. Ezt a távot a vágányokon tette meg, majd miután begördült, érdégetre megállt. Lehet, hogy akart venni egy egyet. Hogy? Hát ha ráhajtasz, rá tudsz kanyarodni, úgyhogy ha hát, kimagasítva... Hát igen, de hogy tudja, hát azért az a két sinnel rajta tartsd az autót, azért az nem kell, kis... Hát de nem, nézd fel, megközölte a sínt. És akkor így időcökbe ment végig, hát, 170 nem azt méter. Írták, hogy gyorsan ment, ez nem a halálos iramban. Hát ez széthúzta a Suzuki-nak az alját, szegény. Ez egy Suzuki, ezt nem lehet elpusztítani. Ezt a kecske is megeszi. Hogy a picsába? Ez nagyon kemény. Figyelj, ilyen döcögősen, totásan, de figyelj, odaért. Nézd meg a mávról, mennyi katasztrofális hír van mostanában, nekik nem sikerült. Jó, de most itt valami nagyon nagy eltévedés volt a fejben, vagy ő ezt poénnak gondolta, vagy nem tudom. Kizártnak tartom azért, hogy poénnak gondolta. Mintha azt hoztam volna, hogy erősen ittas is volt. Ja, igen. Mondjuk igen, poénnak nem jó, mert veszélyes azért eléggé.
Hát is, meg az autódat is, hogy úgy viccből is eléggé tönkre tudja vágni, nem gondolnám, hogy viccesnek szánta. Aha, de ja, mondjuk, hogy be volt rúgva. Nem tudnak a nézők valamit? A visszajövőben is így mentek vissza, igen, 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 hú, az nem is tett eszembe, pedig azért ez is ikonikus. A, ja nem, az, nem, akkor a lokomotív az a harmadik volt. Ja, ja, volt a kocsit. Amikor a kocsit, időgéppel alakította a gőzöst. Hát igen, de nem, a másodikban volt az, hogy, igen, hogy a vonatta, nem, az az első, az melyikben volt, amikor vonattal tolta? Volt, amikor a vadnyugata vetődte. Igen, igen, igen. Vagyis hát oda ment el a doki, hogy milyen jó lesz neki ott, de ja. Utad érte a... Ja, ja, úgy szerettem azt a sorozatot egyébként, rohadt jó, nagyon jó. Még a gázolaj is kifogyott a miskolci vonatból. Igen, ilyen is volt. Á, most minden volt a MÁV-nál, úgyhogy... Á, ja, a múlt héten azt hiszem. A MÁV az kioffolódott teljesen, meg jó, hogy éppen nem MÁV-oztam egyébként. Ja, azt be is szúrtam szerintem valamelyik. Hát igen. De hogy... a MÁV most túl sok cikket adott, tehát igazából most nem, á, nem tudtunk nem, külön nem, nem beszélni lehet egy valamiről. Itt el lehet mondani, hogy minden szar megtörtént a megtörténetet, de hát ezt hozzászoktunk már szerintem. Ja, nem, a gázolaj, ez volt múltkor. Hát meg szembe mentek a vonatok, meg járt az Elvira, meg mit tudom, hát most ezek már olyan dolgok, hogy mennyire nem érdekes, szóval, hogy így. Most már, az a furcsa, nem így működik. Igen. Ma például időben volt a vonatom, tökre örültem neki. Igen. Ugye? Szógy. Nem tudom. Ráadásul ez Kolozsvárról jött, tehát hogy ez még csak nem is az, hogy belföldi vonat volt. Azt írja, Mr. Franciscus, édesanyám ott dolgozott, meg egy jó pár családtag, elég szopás, jó pár száz embernek. Ment az érdi vasútállomáson, vagy mi? Lehet. Mire gondolsz? Nem a Suzuki-t eszi a rozsda, a rozsdás... A rozsda eszi a Suzuki-t. A rozsda eszi a Suzuki-t, mint a Nokia telefon. Igen. Ültem olyan sofőr mellett, aki olyan jól lát a sötétben, hogy a Nagy Lajos végén balra fordult az út, és külön válik a villamos sín, és ő inkább a sínt választotta, mert előtte is a csillogó sínt követte. Fontos ja, az embernek tájékozódási pontot keresni. Igen, igen, tegnap a déli pályaudvar lett offos. Igen, ott mentek szembe a vonatok, azt hiszem. Igen. De azt se közölték le, csak később derült ki, mert nem akarták elmondani, hogy mi történt. Én is igen, azt olvastam, hogy jó, és mi történt? Nem adta ki tájékoztatást, csak az, hogy nem lehet menni a délibe. De valamelyik nap az is volt, hogy valami videó is volt róla, hogy megy a villamos, egyszer csak ott megállt előtte, ami szintén kis autó, és akkor alámondás. Na, ez a reggel is jól kezdődik. Ezt nem értem. Vagy nem is rám, ez a reggel is elindult. Hát azt hiszem, egy hétfő reggel nem volt. Gondolom, hogy a MÁV ezt is megtudtak ezen egy rakott problémával. Yeah. Nem, ez egy villamos volt, azt hiszem, PKK, hát és akkor bocsánat, Pesten BKK. Valaki megragadt az átkelőn, és akkor ez a reggel is elindult. Ja, ja, Henke, ja, oda szólt a pár száz ember, hogy a megszűnik a Henke. Ja, most arról van szó? Hát volt, aki arról kérdezett. Ja, jó van, akkor eljük itt tévedve. Igen, igen, az tegnapi téma volt a Henkel, hogy mi újság volt. Mikor a csaj meglátja, hogy 2 cm, ez most komoly? Mikor a MÁV meglátja a 2 cm havat, úristen, akkor átosztál ide. Igen, very big, very big, very big, very big, igen. Igen, tegnap volt szó Henkelről egyébként. Akkor gyors megnézhetjük, van egy videó, még ide kapcsolódóan, méghozzá Lázár János elment megnézni a Kőbánya kispesti vasútállomást. Az is csodálatos történet. Vagy ez még úgy néz ki ez a köki, mint mondjuk igen. 10 éve? Igen. Nem pafoszták ki kicsit? Hát úgy van, hogy... De remélem vittest a magával. Van a bevezető, és attól ugye egyik oldalon van az állomás rész, az nagyon fullos, vagy nagyon offos, mindenes, lófarsz, szar az egész, és a másik oldalon van a köki terminál, az meg full zsírúj. Ja, hát és, igen, mert a bevásárlóközpont. Igen, de a rosszabb részét láttam. Ha mész a hídon, meg a tehát mész, hát jutott el a hídon, akkor utána már az ilyen pokol. De remélem vittest tört, mert oda nem árt. Nem láttad a vidit? Nem. Nagyon meglepődött. Na, szóval, hogy itt ez a saját Facebook oldalán van egyébként. Nektek föl kéne venni a fülest, mert a szöveg is lényeg lesz majd egyébként benne. Pontban láttam, hogy tegnapi télis esetről egy videót, egy közlekedési videós, ki ex-mávos dokumentálta is. Na, király. Szóval, hogy Lázár megnézte a kökit és elmondta, hogy ez gyalázat is fel kell újítani. Annyira nem vagyunk próbai más, hogy felvételeket cserélgessünk, az egy, már mondtam akkor, hogy egy másik nem pár. Nem tudhatod, mi lesz a vége. Jó lenne, ha létre tudnánk hozni egy integrált kamerarendszert. Abszolút. Épp valami akció van. Épp egy akció van, látod? Ez a valóság. Igen, igen, hát sajnos itt... Hogy néz Lázárba az a kurva? Nyugalom, nyugalom. Nyugalom? Igen. Mindjárt. Jó napot. Én megkérdeztem. Ez kurva jó.
Hogyan? Ez a papán csapta a valóság, a Lázár. Mint egy ilyen óvóbácsi, egy izé, tanárbácsi, még rá is szólt a izére, az elszaladó, rossz arcú emberre. Kurva jó volt, nagyon, nekem nagyon tetszik ez a rész. Ez a szintközöbbi valóság. Igen, igen, hát sajnos itt intézkednek is. Nyugalom, nyugalom. Nyugalom? Igen. Mindjárt. Jó napot. Megkérdeztem. Nagyon mérges volt. Mérges volt a bácsi. Igen, amikor a... Na, az első, amit mondtál, hogy leereszkedik a pornép közé. A szerkezete. Igen, tehát a második volt a mozgó lépcső. Mozgó lépcső. És a igen, így néz ki. Akkor az úgy néz ki, szerintem, hogy a 70-es években megcsinálták. Tehát, hogy... Nagyjából igen. Csak akkor ezt szerintem egy 20 évre tervezték, max. 30-ra. Igen, igen. A kamerázás. A kamerázás kérdése. Ha nem kedvezményes egyet fontos, akarok venni, be kell kamerázni. Akkor miért kell megadnom az összes adatot az édesanyám születési nevétől a személyigazolvány számúig? Édes baromság. Kumában, igen, már az előváros évek tekintetében is, hogy két gondnyomásra meg lehessen ezeket vásárolni. Most ezen igen. Valamennyit lehet javítani, de valójában új állomást kéne építeni minden szempontból. Nem kérdés. Nagyon, nagyon nem kérdés. Nem kérdés. Azért az szemben nagyon szemes. Elkerekedett, ahogy szétnézett. Az az átjáró. Az az átjáró, milyen gyalázatul néz ki. Összegzés. Én sem jártam arra már egy ideje, csak ugye ott még kell kocsival, de hát igen, ez mint a Szovjetunióban lennénk kb. 1980-ban. Igen, nagyon jó. A vonat is passzol, az épület is passzol, minden passzol. Hát Lázárt az érett. Ajánlom, hogy valószínűleg megoldja azokat a közlekedés szervezési problémákat, amiket mondottál. Na, úgy, készül hogy, egy memo, ezt megkapja a képviselő úr is, én is megkapom, és az alapján elindulunk. Ez nem mentesül bennünket attól, hogy interpelláljon, gyalázzon, szükség, meg. Én meg, hogy válaszolják. Köki, meg lesz most már csinálva, mert Lázár odament és megnézte. Ez az. Mondjuk ettől még a vonatok összeütköznek a Suzuki-val a sinen, amikor nem fogy ki belőle közüzemanyag, de jó lesz. De legalább egy szép állomáson történik mindez. Milyen durva lett volna, hogyha az a izé, az a rossz arcú úri ember izé, pofán csapja ott Lázárt. Mert amúgy... nagyon nem volt a biztonsági őrök körülötte szerintem. Nem biztos, lehet a kamera mögött volt. Hát de az a csávó úgy ment el a Lázár mellett szólt. Álló ember mellett, hogy így kb. Elhúzta a vállát. Úgyhogy nem volt annyira messze azért tőle. Hát egy gyors balas belefért volna. Azért az elég parány. Effektíve ott azért szerintem vannak olyan arcok, akik így érted, ha rossz napjuk van, és éppen nem veszik észre, hogy ki ez az őszhajú köcsög, szerinted akkor így biztos... oda megy, és így kurva anyád, mert éppen olyan napja van. Fogalmasa volt, hogy ki az szerintem egyébként. És így tök mindegy neki, hogy ott kiáll, a pápa is állhatna, meg a jó Isten azt is leköpi, mert éppen amúgy ideges, mert drágább a cigi, vagy mit tudom én. Na nézzük, mik voltak. Volt ilyen szakasz a hétvégén, a nagy hóban, ahol 35 kilométert 6 óra alatt teljesített a MÁV. Isten! Az gyalog is megvan. A gyalog gyorsabb, ja. Gyorsabb, hát azért nem gyalog. Nem. Gyalog hát, egy kell, figyelj, hozzá 6, egy 9 óra. 8-5-40, hát az egy... 35-6, hát... Ja, hát 8-5-40. Ha 6 van, akkor 6 óra alatt egy 5-ös átlagot lehozni. 6 óra alatt 30 km-t le lehet csinálni. 84-32, hát az ez egy rendőrös tempó kell, meg egy jó cipő. Ja. És nincsen igazából terepakadály, akkor igen. Igen. Akkor mondjuk, hogy egy futva. Könnyen verhető. Úgy, igen, igen. Ezt mondta a Lázár úgy, hogy előtte volt reuniós pénz. Igen, elvileg ezt tőlem mondtam. Hát, hol van az a pénz? A Mezőhegyes sokat jár, de szerintem ott se járt még soha a vasútállomáson. Hát ott biztos nem. Hát meg ezeket az embereket valahogy nem látjuk vonaton ülni egyébként soha. Tehát, hogy nem, így, ők nem a közlekedők. Tehát, hogy így beszélnek róla, meg ő csinálja, meg minden, hogy nehéz, meg szarból várat építeni nehéz, de hogy így szerintem ők nem hát, tudják, hogy néz ki egy vonat belülről amúgy. 2010-ben kampányoltak utoljára közlekedési eszközről. Ja, bár tudom, nem ez a dolga egy miniszternek, hogy vonatokat nézzen belülről, vagy nem tudom. Hát de... egy közlekedésének mondjuk pont az a dolga, hogy a közlekedést működtesse, annak tulajdonképp olyan, tehát nem kötelező érvényű, hogy ismerje a vonaton belül helyzetet saját szemével, de minimum, az lehet, hogy nem minimum tisztában kell lenni azzal, hogy mi van, és hát ha nem is ül oda a vonatra, attól még tudnia kéne róla. Meg az, hogy az utóbbi fél évben mennyi olyan katasztrofális jellegű dolog volt a MÁV-nál, amiért egy normális országban már simán lemondott volna a közlekedésügyi miniszter egyébként. Hát egyébként igen. Hát itt valahogy ez nem akarodzik. Amíg Szerbiában is lemondott. Hát de ott meghaltak azért. Jó, de itt még nem halt meg senki. Úgymond annyira közel nem volt hozzá, hiszen jó, aláírta valószínűleg a részben a papírokat, a felújítása, de nem, azt nem ő jött, aki az utolsó szögik, hogy kell ezt megcsinálni. Igen, tényleg azért durvább volt. Hát nehogy Isten, hogy itt ilyesmi történjen, de
Amin állapotban van a MÁV, azon még az is előfordulhat, hát hogy... igen, meg amikor ellopikálják az anyagot innen-onnan, akkor történhet mondjuk ilyen. Igen, igen, igen. Vajon ilyen helyekre miért nem viszik a delegációkat, putogatják a stadionokat, stb. Ezek meg be vannak a szőnyeg alatt. Hát egyébként volt egy cikk, azt végül elfelejtettem, vagy hát nem küldtem be, arról szól, hogy a top 500 magyar vállalat bevételi szempontból, hogy megyénként hol helyezkedik el. Abban például, csak hogy így tudjátok, hogy hol van Békés megye, gazdaságilag nagyjából a nulla környékén, mert megyénként általában a legrosszabb helyzetű megyéket, hát kettőt, egyet leszámítva, azt hiszem Nógrád van még mögöttünk. Hát egy ilyen 10-12 vállalat van egy megyében, ami a top 500-ba belefér. Békés megyében ez kettő. És abban az a Henke volt az egyik? Nem is ismertem, az egyik talán a Hirschmann volt, de ugye autóipar és korábban ugye 4 volt, akkor nem a Hirschmann pont kiszorult. Uh-huh. Nem is tudom, hogy melyik volt bevételi. Úgy kifejezetten nem tudom, az még az Airbusra mondják most, hogy ugye Gyulán, ha beindul, ja, akkor ja, talán ja. Az benne lesz az 500-ba. Nem volt benne az 500-ba. Henke nem volt benne. De durva. Vagy ha benne is volt, akkor úgy, hogy ugye cégcsoportos összeárbevétel, tehát nem lehet tudni, hogy ebből a ladányi üzem konkrétan mennyit állított elő. Valószínűsítem, hogy nem ez húzta meg a cégnek a profitját, ha be tudták zárni. Hát mondjuk, ja, igen. Úgyhogy, ja, kettő. Úgyhogy az összes szomszédos megye, amire azt mondják, hogy szegény, mint mondjuk esetleg Szolnok, vagy Csongrád, Bács-Kiskun, hát az északiakat Hajdú-Bihar, gyakorlatilag az összes szomszédos, ami egyébként ugyanúgy nem a gazdag része az országnak, hát ott is ilyen 10 pár vállalat van. És lélekszámba hasonló. Nem baj, de van egy fasz a podcast a megyében. Az biztos. Yeah. Linamár Galikóp, na, volt, aki ismert a cikket. Igen, akkor a Linamár húzta meg a Galikóp. Köszönjük szépen az infót Istvánnak. Igaz, nem jártam szinte sose vonattal, de már 10 évvel ezelőtt is látszott, főleg itt Sáréten, hogy Isten igazából csak azért van, hogy legyen. Igen, 24 pontot csinált most egy jó mávos videót. Igen, azt is megnéztem, amikor ki vannak rohadva a talpfák. Van olyan talpfa, ami már nem létezik. Az legalábbis valami elővárosi vonal talán. Mondjuk az kurva veszélyes. De most pont olvastam egy jó cikket. A Telexon volt, hogy miért kezdtük el lecserélni a talpfát. Trialom miatt egyébként. Betonra. És ami azt jelenti, hogyha még mindig talpfa, az azt jelenti, hogy azóta ott van. 1914 óta. Óta. Legalább 1910 óta jó eséllyel ott van. 10-ből volt Trianon. Hát nem 20-ba, de valószínűleg a háború alatt. Jó, de háború alatt általában a Galíciába építettek vasutat, hogy a hadsereget ellássák. Galícia egy... Akkor azok 100 éves. Tehát de Dél-Lengyelország. Azok 100 éves fadarabok akkor ott. Hát sok esetben igen. Konzerválta az olaj, ami belefolyt. Jó van, jó van. Igen, 142-es vasútvonal, igen. És a csávó, aki mesélt róla, még magára is tetováltatta, képzeljétek el. Annyira nagy vasútvonal volt, hogy itt volt a 142-es, meg a két mozdony, ami jár rajta. Ja, és ő mesélt a vonalról, hogy milyen szar állapotban van. No, az igen, az elhivatott. 20-as lassú jel szerintem megoldja. Vagy mi meg egyet fogjuk magunkra tetováltatni, tudod, a gyomaladány közötti útszakaszt. És akkor az lesz itt a térkép a kezünkön. Csupajuk lesz itt. Hát a nyomvonalat, mert tudod, ez milyen menő lenne már. Ja, magát a nyomvonalat. Ja, és akkor itt van a két város, és akkor itt lenne. És akkor belül, mit tudom én, ez a... Mert az a nagy, valahol egy negyüzem, az a, nem is tudom, TS vagy micsoda. Nagyjából fél úton. A Kontkop Kft. Mindegy. Érted? És akkor így bejelenni az ilyen fontosabb pontokat. Itt a csatorna híd. Igen, itt van a lezuhant helikopter, mert olyan is van rajta. Ez olyan lenne, mint a kék túrának van egyébként. Azt hiszem láttam olyan tetoválást, hogy rá van rakva a helyszín, a kilométer, és akkor mi nekünk van egy kis pirosság, ahogy hol szalad. Puszta podcast, egy szuper műsor.